Sziasztok, én Dana vagyok, ez pedig a Mom of Two Boys YouTube csatornája. Ebben a videóban egy csomagmontós videóval készültem nektek, még hozzá Vintedről rendeltem három csomagot, amiben gyerekkönyvek, illetve gyerek társas játékok vannak. Úgyhogy, ha érdekelt titeket ez a téma, és van kedvetek megnézni, akkor tartsatok velem. Nagyon jó áron sikerült ezeket megszerezni, ezért is rendeltem. Az első, azért lehet következtetni a dobozokból, hogy melyikben mi van. Már régóta szeretném megvenni Noelnak a Lotti Karotti nevű társasjátékot, nem tudom, hogy ki ismeri. Azt hiszem, hogy az ajánlás az 4 éves kortól van, de már simán fog tudni vele Noel játszani. És én nagyon szerettem egyébként ezt a játékot, általában is próbálok nem zörögni, mert már alszanak a gyerekek. Szóval általános iskola alsó tagozatában játszottuk ezt a legjobb barátnőmmel, és akkor is nagyon élveztük. Tehát szerintem ez sokáig jó lesz a gyerekeknek. Ugyanen az ára egy ilyen 9-10 ezer forint körül van, és nekem Vintiden szállítással együtt 2700 forintba került. Úgy gondoltam, hogy ennyiért megéri, annyi volt írva, hogy a doboza sérült, maga a játék az belül épp, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek tényleg, hogy milyen állapotban van ennyi pénzért. Egyébként garázsvásárokon tervez, tehát ott lehet ugye jó áron azért megvenni az ilyen dolgokat, és egyébként lesz nálunk jövő héten vasárnap, azt hiszem garázsvásár, majd ott is szét fogok nézni. De így örültem, hogy sikerült így Vintedről megrendelni. És egyébként még pont időben, mert egyébként fel volt írva a szülinapi listájára, hogy akkor majd ezt is kéri valakitől. Úgyhogy így örültem, hogy azért jóval olcsóbban sikerült megszerezni. Csak közben még Noel nem alszik, aztán nézem a kamerám. És lehet, hogy hallja, hogy bontom a videót, vagy a csomagot. Mindegy, majd maximum felmegyek hozzá, hogyha anya vagyok. Elég zörgős papírba lett csomagolva. Tehát mutatom a társas játékot. Egyébként ennek kijött egy újabb, picit bővített változata, a Lotti Karotti Deluxe, úgyhogy egyébként azt vettük volna, hogyha újonnan vesszük meg neki. Azt hiszem az egy, hát 11 ezer forint körül van, azt hiszem. De mivel ez jó áron volt, ezért ezt vettük. Hát a doboza az polc kopott, de az nem zavar, főleg nem a játékban. És akkor nézzük meg belülről. Remélem, hogy minden darab megvan hozzá. Tehát ilyen a játéktábla. Pontos szabályokra egyébként már nem emlékszem, de valami olyasmi, hogy talán ebben nincs dobókocka, hanem fel kell húzni egy-egy kártyát, és akkor mutatja a kártya. Ugye ez a játéktábla. Itt vannak a kártyák. Egyébként teljesen jó állapotú. Tehát a kártyák sem gyűröttek, nem sérültek, úgyhogy szerintem ez egy jó étel volt. Remélem, hogy minden megvan hozzá. Tehát itt vannak a kártyák, és akkor mutatja, hogy ezen egyet kell előre lépni. Akkor itt kettőt. Van olyan, amin hármat. És akkor van olyan, amin el kell fordítani a répát. Ez mutatja, hogy a répát elfordított. Nem tudom, hogy mennyire hangos. És hogyha a répát elfordítod, akkor igen, kattan egyet, akkor keletkezik egy lyuk, mindig valahol. És lehet, hogy oda beesik a nyuszid, és akkor annak vissza kell mennie ugye az elejére. Nagyon jó pofa kis játék, nagyon egyszerű, úgyhogy szerintem egy 3 évessel már simán játszható, mi szoktunk ugye társas játékozni vele. És akkor itt vannak a nyuszik egyébként, nagyon cuki kis nyuszik vannak hozzá. Ezeket kell ugye rárakni ezekre a kis pöttyökre, és akkor ezzel megyünk így előrefele. És mindjárt megnézem egyébként, szerintem mindegyikből 4 darab nyuszinak kell lenni. Van rózsaszín,
van lila, van kék, és van citromsárga, úgyhogy szerintem egyébként minden darab megvan belőle. A játékszabály is megvan hozzá, ami teljesen épp, ez sem gyűrött, nem szakadt, sem ilyesmi. Mindjárt megnézem, hogy mit ír egyébként, hogy hány éves kortól, illetve hogy megvan-e minden kártya hozzá. Ha van magyar szabály, igen. Tehát azt írja, hogy 2-4 játékos számára. Hát itt 5 éves kortól írja, de mondom, hogy ha szeret a gyereked társas játékozni, akkor ez egy nagyon egyszerű társ játék lehet neki. Egyébként Noellal már el szeretném kezdeni ezeket a dobókockás, tehát a dobókockával megismertetni, és akkor a lépegetős játékokat is megtanítani a dobókockás verziót, mert már simán menne az is neki. Úgyhogy mondom, ez 5-től 10 éves korig ajánlja, tehát egész nagy tartományba, és azt írja, hogy 16-4 színben, ugye ez megvan, egy zöld domb elforgatható répával, ez is megvan, és akkor 24 kártya, ezt mindjárt megnézem. Aha. Akkor úgy látom, hogy kártyából hiányzik 2 darab, ez nem volt egyébként feltüntetve, de szerintem a játékot nem befolyásolja, mivel mindegyik kártyából ugye többféle van, úgyhogy igazából 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, tehát 24 kártya helyett 22 kártya van, de mondom, ez nem fogja befolyásolni a használatát, így is megvettem volna, hogyha írva van, hogy 2 kártya hiányzik, úgyhogy szerintem tényleg ez egy nagyon jó vétel volt, és nagyon örülök neki. Nem biztos, hogy kivágyjuk a szülinapját, vagy nem tudom, hogy ezt mire fogja kapni, lehet, hogy már ezt csak úgy megkapja, és akkor fogunk ezzel játszani, de majd meglátjuk. Na, és akkor a következő. Ezekben főleg könyvek vannak egyébként, mert most már pont abban van, hogy abban a korban, hogy kicsit unja a könyveket, illetve picit ugye már tovább lehet lépni. Ez a 3 éves kor szerintem pont egy olyan korszak, ahol egyet tovább lehet lépni a könyveken. És nem tudom, hogy be fog-e válni nekünk. Szerintem ez is egy olyan, mint a Bogyó és Babóca, hogy valaki szereti, valaki nem. Ez a sorozat nem más, mint a Kuflik nevű sorozat. Van egyébként egy darab diafilmünk, nem tudom mi a címe, de a legelső, ennek a Kufli sorozatnak úgymond a legelső része, ami bemutatja a Kuflikat. És egyébként azt szeretjük, meg tetszik a gyerekeknek is. Hát kíváncsi leszek, hogy a könyvek milyenek lesznek. Nagyon jó árban sikerült megvenni. 4 darab könyvet vettem, és összesen szállítással együtt került 5300 forintba. Úgyhogy annyiba? Szerintem annyi 5300 forint volt. 5350 vagy valami ilyesmi. Úgyhogy nagyon jó árba volt. Egyébként azt hiszem már ilyen 2800 forint az alapára, de lehet, hogy egyébként a könyveken is rajta lesz. Az volt írva, hogy kiváló állapotúak a könyvek, úgyhogy tényleg kíváncsi leszek, hogy milyenek, és akkor majd meglátjuk, hogy mennyire tetszenek nekik. Beszerezzük esetleg a sorozat többi részét, vagy nem. Ezek már egy kicsit hosszabb mesék egyébként, de mindjárt megnézzünk egyet. Tehát itt vannak. Az egy első olyan, hogy szerintem mindenki legyen kufli. Ugye ezek már puhalaposak. Kuflik a hóban. Ezt majd inkább ugye télen kapják meg. A kuflik és a nagy eső. És jó éjszakát kuflik. Na és akkor, hát ezek 2000 forintba kerültek még annó, de szerintem, mondom már, szerintem ilyen 2800 forint körül vannak. És akkor mutatom, hogy épül fel a könyv. Jó, az elején csak ilyen általános dolgok, és akkor ennyi szöveg van egyébként, tehát nem sok egy-egy oldalon, viszont viszonylag hosszú
látjátok, hogy azért elég hosszú egy történet, bár nem tudom azt, hogy kettő történet van-e benne, vagy csak egy, de én nem láttam az elején címet, úgyhogy hogy van ez? Látom. De kettő mese van, akkor jó. Szóval kettő mesére van bontva, ez a második, a nagy felfordulás. Úgyhogy így még jobb, mert legalább külön lehet választani. Szerintem ez Noel simán vissza fogja, vagy végig fogja ülni, de majd nyilván ebből is kipróbálunk egyet, aztán meglátjuk. Egyébként teljesen okésak a könyvek. Tényleg egy pár olvasás után is már így néz ki. De semmi baja nincs. Tehát van, hogy a könyvesboltban is úgy veszed már meg, hogy egy picit nyomódott a könyv. Mindjárt megnézem, hogy ebbe is két mese van-e, ha megtalálom. Ebből lehet, hogy már egyet meg is oda is fogok neki adni, és akkor megnézzük, hogy mennyire tetszik neki. Jó, ebbe is kettő mese van, a kuflik és a nagy eső, illetve az igazi fák sosem horkolnak. Úgyhogy itt tök jó, hogy két mesével van mondva. Mutatom, hogy itt is rövid szövegek vannak. Nem is tudom, melyikhez tudnám hasonlítani. Hát a Boribornál azért hosszabb egy oldalon egy szöveg. Hát nem tudom most, hogy melyik könyvhöz. Hát talán amúgy a Berci és a Bori sorozatokban nagyjából ennyi a szöveg. Lehet, hogy ugye a hosszúsága az más. De kíváncsi leszek tényleg, hogy milyen lesz. De nagyon jó állapotúak, úgyhogy nagyon örülök, hogy megvettem. Semmi szakadás, gyűrődés, egy rajz, semmi nincs rajta. Tényleg még a sarkak sincsenek elkopva. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó vétel volt. Ez is, mint ahogy a Lotti Karotti is. Tényleg ez is. Hát olyan, mintha még nem is lett volna lapozva egyébként, mint ha most könyvesboltban lapoznám. Úgyhogy ez nagyon jó vétel volt ez is. Na és akkor az utolsó csomag, az is muszáj volt megvennem, az is egy ilyen nagy csomag volt, ami tartalmaz 3 darab társasjátékot, illetve fú, nem is tudom, hogy hány darab könyvet, de szkoláros könyveket is tartalmaz, azokat nagyon szeretjük, ezt a Mit, Miért, Hogyan sorozatot, amiból alapból egy könyv ilyen 4-5 ezer forintba kerül, és ez az egész csomag volt szállítással együtt 6400 forint, és majd megmutatom, hogy mennyi minden van benne, és erre is az volt írva, hogy minden kiváló állapotú, úgyhogy tényleg nagyon kíváncsi leszek. Lehet, hogy valamit el fogunk ajándékozni, vagy pedig eladom, mert vannak benne ilyen lányos játékok is, azokról majd megkérdezem tesómat, valami jégvarázsos játékot is láttam, de így is nagyon megérte a csomag, tehát fogjátok majd látni. Most nézem, hogy törőközőbe van csomagolva ezen a papíron belül, gondolom azért, hogy ne sérüljenek. Hát kíváncsi leszek. Nyilván ezt a törőközőt ki fogom dobni. Fogjuk megtartani. Gondolom, hogy egy ilyen elhasználódott törőköző már, vagy nem tudom. Mindegy. Így se láttam még csomagolva a vintides csomagot. Szoktak lenni érdekes megoldások. Aha, egy ilyen szakadt törőközőbe csomagolták. Ne nagyon sérüljön, bár csak az egyik oldala van szerintem becsomagolva. Na mindegy. De mindjárt megpróbálom kibogozni. Erre is az volt írva, hogy társasjátéknak minden része megvan. A könyveknek azt hiszem 2 darabra volt írva, hogy picit sérült a sarka, de egyébként azok is kiváló állapotúak. És mondom, ennyiért muszáj voltam lecsapni rá. Egyébként valahogy a hajnali órákba rakták fel, és szerintem ezért nem csaptak le rá olyan gyorsan. Ezt hiszem én reggel néztem pont, úgyhogy így sikerült megvenni. Ilyen jó áron. Na! Annyira zörgök ezekkel a zacskókkal. Mindjárt kibogarászom őket. Megnézzük.
Na, mutatom, hogy mennyi minden. Ó, ennyi minden van ebbe a csomagba. Hát két könyvet veszel körülbelül ennyiért használtan, tehát nem is az, hogy újonnan. Na, de nézzük, akkor először megmutatom a társasjátékokat, és akkor utána pedig a könyveket. Na, van egy olyan, hogy Olaf on Ice. Ez egy ilyen dínos társasjáték. Nem tudom, hogy meg fogjuk-e tartani. Igazából elolvasom majd szerintem, hogy mi a szabály. Ez már mondjuk dobókockás játék. Lehet, hogy kipróbáljuk, aztán meglátjuk. Most a garázsvásárra egyébként nem jelentkeztem, mert nem lenne segítség, akivel így tudnánk lenni. Nem lesz pont senki itthon. Se anyukámék, se anyósomék nem lesznek itt, úgyhogy meglátjuk. Egyébként van egy ilyen tábla hozzá, meg ugye dobókockák, figurák, teljesen jó állapotúnak tűnik. Nem tudom, ki fogjuk próbálni, aztán meglátjuk, hogy tetszik-e vagy sem. Egyébként ezt is 5 éves kortól ajánlja. Aztán van itt egy oroszlán királyos játék. Ez már lehet, hogy így érdekesebb lesz a fiúknak. Vagyis hát először ugye Noelnek. Ez azt mondja, hogy kinevet a végén társas játék, és de aranyos egyébként, mert a dobókockán nem számok vannak, hanem figurák. Ez is teljesen jó állapotú, nem sokat játszottak szerintem ezzel. És akkor a dobókockán ilyen tappancs van, meg állatok. Csak az alapján kell előrelépni. Talán mintha egy kék színű ilyen bábú hiányozna hozzá, de szerintem ez se rond, meg azt tudjuk egyébként pótolni. Na mindegy, ezt is ki fogjuk próbálni, ezt 3 éves kortól írja, úgyhogy ezt akkor még hamarabb, aztán meglátjuk. Aztán a kellemes májeres társasjátékok egyébként nagyon jók, és nekünk a bevásárlásból, hát most pont nincs itt, nem ez a fajta van meg, hanem nem is tudom melyik márkájuk, van egy ilyen bevásárlásos társasjáték, nagyon szereti, de ez más jellegű, és az a cím, hogy játszva megismerjük a bevásárlást. Ezen gondolkoztam is régebben, hogy megveszem, úgyhogy szerintem ez jó lesz, 3 éves korja. Úgyhogy ezt szerintem meg tudjuk tartani. Vannak ilyen bevásárlókocsik, vannak ilyen listák hozzá, vannak kis ilyen lapkák, ugye ez egyébként szótanulásra is kiváló, beszédfejlesztésre, illetve van egy ilyen pörgetjű is hozzá, ez is biztos, hogy fog tetszeni a fiúknak, ugye nyilván először csak Noelnek. És egyébként 1-4 játékos számára, bár azért kicsi gyerekek még nem ülnek le szerintem így egyedül társas játékozni. Pakolgatni, eljátszani nyilván leülnek, de azért társas játékozni szerintem nem ülnek le. Na mindegy, szerintem ez a 3 társas játék is megért annyit egyébként. De még csak most jön a java, a könyvek. Mondom is, hogy mennyi. Van itt szkolárosból 2 darab szkolár, mit miért, hogy a mini. Ezeket nagyon szeretjük, ebből nekünk többféle is megvan. Ez 2-től 4 éves korig ajánlja. Akkor, amiből még egy általán nem szereztünk be, de már terveztem egyébként, mert szerintem már Noelt érdekelni, ezek a nagyobb változatok, ez a 4-től 7 éves korosztály. És ezeknek a darabja most akciósan 5000 forint a szkolár.hu-n. Jó, annó látszik, hogy 3750 volt, de egyébként ezeket már átragasztják, és mondom, hogy ilyen akciósan 5095 forint, azt hiszem. Egyébként 6000 forint az ára. Úgyhogy ebből van 2 darab. Van itt egy keres-találj mesé, ennek egy picit kopott a sarka, de Benni nagyon szereti most ezeket a böngészőket. Egyébként szerintem pont ilyen közepes változat, vagy ilyen normál változat még nincs. Van mini böngészünk, van nagy böngészünk, meg van óriás böngészünk, de ez a nagyságú még pont nincs. És ez pont egy ilyen karácsonyos, de belül egyébként teljesen szép állapotú. Ugye, aki nem ismerné, itt vannak képek, azokat kell megtalálni. Van egy pici szöveg, de nagyon sok mindent lehet ugye mesélni a képről. Úgyhogy ez is biztos, hogy fog tetszeni nekik. Na jó, ezt már meg is mutattam, mindegy. És ezen kívül van egy ilyen furda borz. Előbb részecske gyorsítót, majd részecske lassítót épít. Hát szerintem ez nagyobb gyerekeknek való, ahogy így
részecske gyorsító meg lassítóról van szó. Nem is biztos, hogy ezt meg fogjuk tartani, mert annyira azért, nem tudom, majd elolvasom egyébként, de nem annyira nem jön be. Vagy lehet, hogy megtartjuk későbbre, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz vele. Na mindegy. Ennek is egyébként alapára 2500 forint. Tehát mondom, hogy ez nagyon jó áron volt. Ez is olyan, mintha nem is néztek volna. Aztán van egy ilyen mimicsoda mini sorozat. Egyébként ebből még nincs meg egyik részünk se, úgyhogy azért is jó lesz, mert megnézzük, hogy milyen típusú. A nagysága olyan, mint a Berci és a Bori könyvek. És ez a Hová igyekeznek a tűzoltók. És ebben is ilyen rövid szövegek vannak, leírások, hol segítenek még a tűzoltók. Hát ez Noelnak már érdekes lehet, ugye őket ilyen korba már érdeklik az ilyenek. Ja, és van benne feladat is, úgy látom. Ugye a végén van ilyen mini kvíz, aztán van egy önarckép, azt rajzolni biztos nem fog. Aztán egy ilyen labirintus, párkereső, azt nagyon szereti Noel a párkeresőt, meg az árnyékkeresőt is. Aztán melyik a kakukk tojás, ugye itt például mik ezek, bárányok vannak, és akkor melyik az, ami nem bárány, ezt is nagyon szereti a kakukk tojásosat. Itt a számokat kell összekötni, már ezekkel is ismerkedünk, úgyhogy ez biztos, hogy fog tetszeni neki, mert szereti az ilyeneket. Aztán volt benne egy ilyen karácsonyi történet. Hát ezt biztos, hogy hamar el fogják szakítani. Ez egy ilyen pop-up-os. De hát ez is nyilván csak egy ilyen bónusz. Lehet, hogy ezt oda se adom nekik. Ez egy ilyen nagyon rövid kis könyvecske, de egyébként biztos fog nekik tetszeni. Úristen, 2491, ennek is a zára, ami három oldalból áll. Nagyon durva, hogy milyen árak vannak. Mindegy. És akkor van még egy Mimi csoda ovisoknak, na ezt se ismerjük, ugye? Vagy hát a Mimi csodát nyilván ismerem ezt a sorozatot, de hogy még nincs belőle könyvünk. Szóval Mimi csoda a kukás könyv ovisoknak. Ó, és ez is nyitogathatós. Nem tudtam, hogy ennek is ez is nyitogathatós, de ez nagyon szuper, mert nagyon szeretik az ilyen nyitogatós füles könyveket. Benni is nagyon szereti, és nagyon szépen nyitogatja, meg Noel is szereti még, úgyhogy ez biztos, hogy fog tetszeni. És akkor most már tudom, hogy ez a sorozat is ilyen, hogy nyitogatható ablakok vannak. Úgyhogy ez is szerintem tök szuper. Na és akkor, igen, itt a végéhez értünk, de ugye megmutatom még ezt a négy darab szkoláros könyvet, ami hihetetlen, hogy ez az egész csomag csak 6400 forint volt. Nagyon-nagyon örülök neki. Tényleg, még ezért a négy könyvért is megérte volna, nem, hogy még jött hozzá a többi dolog. Na mindegy. Az egyik a repülőtér, mostanában nagyon szereti Noel a repülőket, úgyhogy ez is nagyon fog neki tetszeni. Ez is ugye ilyen nyitogathatós ablakos. Valamit így át lehet fordítani, de azt nézem, hogy teljesen jó állapotú, tehát tényleg igaz, ami le volt írva, hogy kiváló állapotúak ezek a könyvek. Tényleg nagyon jó állapotban vannak. Úgyhogy nagyon örülök neki. Aztán van egy ilyen, ilyenek vagyunk. Ez szerintem így, mi mindent tudunk, tehát az, hogy például fel tudunk menni a lépcsőn, tudunk ugrani, építeni, tehát, hogy mi emberek ugye mire vagyunk képesek, hogyan hívják a testrészeinket. Aztán itt van kislány, kisfiú. Ugye ezzel is meg kell ismertetni őket, hogy egy kislánynak hogy néz ki a teste, meg egy kisfiúnak, és hogy mik a testrészeink, mire való a szemünk, mindenkinek ugye, vagy ugye más színűek is lehetnek a szemünk, mit csinálunk az orrunkkal, szánkkal, kezünkkel, ugye ez az érzékszerveket mutatja, hogyan érezzük magunkat, az érzéseinket. Nagyon szeretem tényleg ezeket a mit, miért, hogyan sorozatos könyveket, úgyhogy nagyon örülök neki, és ez is olyan állapotú, mint hogyha most jött volna a könyvesboltból. Ezek is egyébként ilyen 3000 forintok akciósan. 3200-ért láttam azt hiszem most a szkolárnál. Na és akkor van egy ilyen hercegnős, ezen, hát majd megnézem amúgy, hogy miről szól. Egyébként a sorozatnak rengeteg kötete van, látszik itt is.
Tehát megnézem majd, hogy miről szól, de lehet, hogy meg fogjuk tartani, mert most nem állt egy ilyen hercegnős könyv se, itt bemutatja a kastélyt, tehát tök szépek ezek a könyvek, ezek is nyilván ilyen kihajthatósak, csak ugye nagyobb korosztálynak valók, több szöveg van rajta, a mérete is nagyobb. Aztán hogyan éltek a kastélyban, tehát ez tök érdekes, szerintem egy fiúnak is érdekes lehet, nem csak egy lánynak, nem annyira kifejezetten lányos hercegnő ünnepi vacsora, hogy néz ki, esküvő, hogy zajlott. Tehát szerintem meg fogjuk egyébként ezt is tartani. És ami biztos, hogy fogja őket érdekelni, a teherautók, markológépek és traktorok, ezt is kinéztem neki, és gondolkodtam rajta, hogy szülinapjára beszerezzük, ugye most lesz szeptember elején a szülinapja, de hát így még jobb, nagyon jó áron sikerült hozzáférni, és tényleg pár lapozás után néz ki így a könyv, vagy amikor jön a boltból, milyen teherautók vannak, mi a dolga, mire kell figyelniük, hogyan mozognak a járművek, a hernyótalpról beszél, tehát minden olyan dologról, ami a fiúknak érdekes lehet, és ugye Noel azért már most óvodába megy, jobban érdeklődik minden iránt így részletesebben. Nem elég csak azt elmondani neki, hogy ez egy traktor, hanem hova megy, mit csinál, miért van ez így, miért van az úgy, úgyhogy fogja ez érdekelni. Tűzoltóautókról is van róla szó, úgyhogy nagyon-nagyon szuper szerintem ez a könyv. Ez a csomag volt a legjobb szerintem. Tényleg mindegyiket, egyébként mind a három csomagot jó áron sikerült beszerezni, de azért ez volt a Jolly Joker egyébként. Úgyhogy próbál, tehát nézelődjetek ti is Vintiden, mert ki lehet fogni nagyon jó csomagokat, illetve ahol lehet még ugye azok a garázsvásárok. Most nálunk is így elindult, de nem nagyon találtam az előző garázsvásáron semmit. Most több eladó lesz, úgyhogy remélem, hogy most jobb dolgokat sikerül kifognom, mert nagyon jó kincseket lehet tényleg egyrészt jó árakon, meg tényleg másrészt kincseket, régi dolgokat, olyan könyveket, amiket már nem lehet kapni, olyanokat lehet megszerezni. Hát köszönöm szépen, ennyi lett volna ez a mai videó, köszönöm, hogy végignéztétek, ha van kedvetek, iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjatok egy lájkot, ha van esetleg valami kérdés, akkor írjátok meg kommentben. Mindenkinek további szép napot, sziasztok!